A nyár elmúlásának egyik koronatanúja az iskolai tanévnyitó az emberek életében. Az ötvös iskolában 40 kisdiák először lépte át hivatalosan a kaput. Köszöntöm iskolánk legkisebb tagjait, az elsősöket, akik itt ülnek előttem, és akiket nagyon nagy szeretettel vártunk az iskolában. Az igazgató szavai mellett a nyolcadikosok egy-egy címeres sulipólóval köszöntötték őket, majd a körzeti rendőr különböző közlekedési szabályokat ismertető csomagokat adott át nekik. Én mindig látom a gyerekeknek a szemébe azt a kicsi várakozást, egy kicsit félelmet, ugyan mi lesz itt, hogyan lesz. És annyira jó utána, amikor viszont nyolcadikosként elbúcsúzzuk őket, és nyolc együtt töltött év van az ő tekintetükben, annak a csibészsége, de annak azért a hálája is, annak a nyolc együtt töltött évnek minden perce, amit közösen dolgoztunk végig. Ennek a tanévnek egyik kerületi újdonsága, hogy az elsősök részére itt az ötvös iskolában ingyenes foci edzéseket tart a Városgazdó Utánpótlás Akadémia, mondta el bemutatkozó köszöntőjében a vezérigazgató. Az önkormányzati társaság vezetője kiemelte, a labdarúgás mellett a vizes sportágak esetében a Pesszent Imrei Táncsics iskolára esett a választás. Ahogy kerestük a lehetőségeket, hogy még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a kerületi általános iskolákkal, úgy merült fel annak az ötlete, hogy néhány iskolával szorosabban együttműködve olyan osztályokat indítsunk, ahol a sportprogramot a mi edzőink, illetve a mi szakosztályaink állítják össze. Így került sor arra, hogy az idei tanévtől az ötvös általános iskolába labdarúgó irányultságú osztályt indítsunk, a Táncsics általános iskolában pedig egy úszó és vízilabda irányultságú osztály induljon, szintén a Városgazda Utánpótlás Akadémia szakosztályával együttműködve. A tanévnyitó műsorát a harmadik osztályosok készítették. Ezzel a kis dallal hivatalosan elkezdődött a 2016-2017-es tanév az ötvös iskolában.